Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Ahogy lehet látni, megint a csomagkezelésről beszélünk, hiszen az előző részben megmutattam, hogyan lehet az általános csomagokat, programokat felrakni az MX Linux alá. Az egy egyszerűbb felrakási módszer volt, és láttátok, hogy ott több fül van. Abban a programban több lehetőség van, ezt szeretném bemutatni, illetve erre szeretnék kitérni, elmondani azokat a gondolatokat, amiket én az elmúlt időszakban megtapasztaltam, de előtte egy kis beszéd jön, amire nagyon-nagyon oda kell figyelni. Nagyon fontosak ezek az információk, gondoljátok át, az MX Linux nem Arch Linux, erre figyeljünk, az ott megszerzett tapasztalatok nagyon jók, de nem biztos, hogy átültethetőek csomagkezelési elvek szerint, és ez nem Debian. Illetve nem Debiant használunk. Nincs olyan, hogy Debian. A Debiannak különböző kiszerelései vannak. Erre figyeljünk, a Debiannak mi a stabilágát használjuk. Azaz, ami nem a stabilághoz készült, azzal problémák lehetnek. Az Arch az más, ő egy rolling, egy folyamatosan frissülő dolog. A Debian nem. A Debiant úgy képzeljétek el, hogy befagyasztották a ágat, és ez így kész. Amikor valaki más szeretne használni, akár a tesztágat, akár egyéb ágat, akkor áttérhet arra. Akkor használja azt, ha ez nem megfelelő. De úgy kell elképzelni természetesen, hogy ezek különálló fejlesztési dolgok. Nincsenek nagy eltérések, de csomagkezelésnél figyelni kell arra, hogy bizony mi a Debian stabilágát használjuk, ami ezen kívül nem a stabil ághoz, a tesztákhoz, vagy a régebbi ágakhoz, régebbi kiszerelésekhez készült, nem biztos, hogy ehhez természetesen jó lehet. Előfordul, hogy igen, előfordul, hogy nem. Nem kell kísérletezni. Ez MX Linux, ami a Debian stabil ágat használja, azaz lesz olyan csomagkezelő rész, ami a nagyobb, a legtöbb csomagot fogja adni, az bizony a Debiani, a stabilág repóit, annak a tárolóit használja. Azaz te elmehetsz a Debian oldalára, kikereshetsz egy stabil ágú, tehát ehhez tartozó csomagot, aminek van egy verziója, van egy függősége, és azt fel tudod telepíteni akár kézzel, akár az általam megmutatott egyszerűbb megoldással. És elmehetsz, és megnézheted a testing ágat, és észreveheted, hogy frissebb, másabb, egyéb programok vannak, és megpróbálhatod feltelepíteni. Nem fog minden esetben sikerülni, nagyon nagy gondjaid lehetnek, tönkrevághatod, akkor, hogyha más teszel bele, értelemszerű, logikus, hiszen fejlődik, változik, ennek más az elve, mint az Arché. Van egy stabil, és van egy testing ág. A testing ág frissebb, nyilvánvalóan nem fognak arra odafigyelni, hogy a stabil ágba azok passzoljanak. Egy programnak vannak függőségei, olyan egyéb programrészek, amiket ő elvár, hogyha annak a verziója, minősége nem felel meg neki, akkor sipákolni fog a rendszer, és balhé lesz. Nem működik, összeomlik, nem indul el a program jó esetben. Oké, erre nagyon figyeljünk. Azaz, kerüljük el ezeket a függőségi poklokat, hogyha össze akarsz vegyíteni többféle Debian irányzatot, repót, tárolót, az nem biztos, hogy sikeredni fog. Mindig arra kell figyelni, hogy bár Debianra nagyon-nagyon sok minden épül, mi a stabil Debian tárolókat, az MX Linux tárolóit és egyéb tárolókat tudunk használni, ami hivatalosan ehhez való. Nem lesz jó más irányú, más elgondolás szerint összeállított, csomagverziókkal dolgozó, Debianra alapuló, például Ubuntu, vagy mintnek a tárolói, meg egyéb. Tehát erre kifejezetten oda kell figyelni. Ez a függőségi pokol, hogy innéd is belekapok, onnan is belekapok, és utána kiderül, hogy a 2, 3, 4, 5 program nem fog egymással összedolgozni, nem azokat a dolgokat, azokat a verziójú könyvtárakat, programokat várja el,
mind amit te felrakosgattál, és felkerül egy újabb, ami a régebbi programnak nem jó, felteszel egy régebbi verziójú programot, aminek az új verziójú könyvtárak nem jók, és akkor bele fogsz keveredni, és akkor mind a győzedelmi zászlót lengeted, hogy a Debian instabil, a Debian szar. Ez nem így van. A Debiannál erre a irányzatokra stabilág, testingág, meg egyebekre oda kell nagyon-nagyon figyelni. Azt választod, amit akarsz, ha a te testingágra épülő dolgot, vagy Debian testingágra épülő disztribúciót szeretnél, vagy magát a Debian testing ágra való DVD-t, illetve telepítő isot töltesz le, és akkor azt telepíted, az a te dolgod. Nyilvánvalóan akkor meg például a stabilágban lévő dolgokra nem tudsz nagyon odakapni, hiszen ők bizony már nem ahhoz valók. Erre figyelj! Amire nagyon figyelj, az, hogy Deb kiterjesztése van valaminek, az nem jelent mást, mint a csomagkezelőhöz tartozó csomagot, de nem azt jelenti, hogy neked az meg fog felelni. Ez akkor igazán kényes, amikor észreveszed, hogy van Ubuntu, egyéb ilyen dolog, aminek van ilyen personál, tehát személyi tárolói, amit valakik összeállítottak, hasonló egy picit, mint az Aur, csak sokkal szükebb kínálattal, egy-egy ember vállalat vagy egyébnek az összeállítása, és ott azt látod, hogy ide Debian csomagok vannak, Deb a kiterjesztés, hiszen az Ubuntu a mint meg egyéb a Debianra épül, és akkor ez biztos jó lesz. Nem lesz jó. Nem feltétlenül lesz jó, kisebb programoknál lehet barkácsolni, fölrakni és működik, de nagyobb, több könyvtárat, több függőséget elváró dolognál már nem biztos, hogy jó lesz. Azaz, PPA-ból nem töltögetünk le az elején, majd amikor átlátod azt, hogy bizony azok a könyvtárak, azok a libek, amiket ezek használnak, az jó neked, vagy nem jó neked, vagy éppen egy-egy hibát korrigálni tudsz, akkor már lehet ezekkel kísérletezni kisebb programokat. Én is abból rakosgattam fel, kézi forgatás, tehát forráskódból forgatás helyett, előfordul, hogy működik, de utána, ha nem működik, ne azt mondjuk, hogy a Debian kaka, hanem azt mondjuk, bocs, én voltam bátor, tudatlan, vagy éppen csak kísérleteztem, megnéztem, hát ha sikerül, és nem sikerült. Oké, lássuk át, Debian stabil, nekünk megfelel, PPA nem köl. Külső programokat telepítesz, akkor a verziót figyeld. Nyilvánvalóan vannak olyan gyártók, akik bizony elkészítik különböző disztribúciókhoz a csomagjukat, programjukat, egyszerű telepítés kedvéért, és akkor ők is tudják logikusan, hogy például a Fedorának is van több verziója, vagy a Debiannak is van több verziója, ami egymás mellett különböző céllal készült, és egymással nem feltétlenül hát átjárható. Akkor mi mit teszünk? Megnézzük, hogy bizony az a program fel van sorolva, vagy micsoda. Például a stabilághoz készült az Unstable, tehát a nem stabilághoz készült a Debianhoz, az Ubuntuhoz készült, vagy a Minthez készült, és akkor szépen logikusan eldöntjük, jelen pillanatban a 11-es Debianhoz, a stabilághoz valót fogjuk letölteni, és akkor 99,9% hogy nekünk abból rendszer szintű problémánk nem lesz. Miért? Mert azt használtuk, azt az alkatrészt tettük be, azzal javítottuk fel, azzal tettük jobbá a rendszerünket, ami hozzá készült. Ha olyat próbálunk belegyömöszölni, ami nem hozzá készült, akkor lehet, hogy működik, lehet, hogy nem, lehet, hogy olyan csapdákat rejt, ami bizony későbbiekben probléma lesz. Kezdő, középhaladó, meg még azt mondom, egy haladónak is, egy Debian rendszert, hogyha tönkre vág ilyen szempontból, nehéz visszaállítani, mert leszedi a függőségeket, leszednek ezt, leszednek azt, ilyen barkácsolás, helyrehozás, gányolás nem a mi szintünk. Aki rendszergazda, az odafigyel arra, hogy ne kerüljön föl, a haladók odafigyelnek, hogy ne kerüljön föl olyan a dolog, ami nem odavaló, ezért a javítgatásokra igazából nem lesz segítséged. Általában azt szokták mondani, amikor szétgányolnak egy Debian vagy akármilyen rendszert,
hogy bizony tanuld meg használni, és légy szíves újra telepíteni. Azaz, oda kell figyelni, nem nagy dolog. Értelemszerű, hogyha valamit megvásárolsz, van annak egy típus száma, ahhoz a típus számhoz való eszközt fogsz venni, hogyha azt szeretnéd szépíteni, jobbá tenni, értelemszerű. Ha ezt nem tudod elfogadni, akkor gondjaid lesznek, és használj mást. Nem kell terjeszteni, hogy a Debian szar, és nem működik, meg összeakadnak a verziók, hogyha belegányolsz mindent, akkor az nem a Debian, stabilág, unstable, tehát nem stabilágnak a hibája, hanem a tied. A tied, te választottad azt, hogy olyanokat akarsz abba belerakni ilyen-olyan okok miatt, ami nem odavaló. Oké, ennyi volt a felvezető beszéd, hosszúra sikeredett, de nagyon-nagyon fontos, hogy megszokjuk azt, hogyha valamilyen disztribúciót felrakunk, akkor ahhoz tartozó dolgokat, eszközöket használjunk, a Debiannál pedig nem Debian csomagok azok, amik általánosan használhatóak, hanem odafigyelünk, hogy stabilákhoz készült, a nem stabilákhoz, a tesztingákhoz, tesztelősághoz készült, vagy mihez készült, és megpróbáljuk azt, hogy a milyenhez tartozó eszközöket fogjuk használni. Na hát, a most bemutatott programnál ilyen nem lesz, tehát gyakorlatilag, hogyha ezt a programot, ami az MX Linux saját programja, egyéb Debian telepítéseket is be fogok mutatni, de most a programokon, az MX-hez adott programokon fogunk végigmenni szépen lassan. Azaz, hogyha ezzel a telepítő eszközzel telepítesz valamit, 99,9% hogy nem lesz nagyobb gubanc, azaz végigmegyünk a hivatalos, a tesztelős, az MX Linux-nak a tesztelőságán, a visszaportolt, backportolt programokon, meg megnézzük a Flatpak telepítést, hogy mit és hogyan lehet megcsinálni, mire alkalmas ez a kis eszköz. Az első dolog természetes, hogy elindítjuk a programot, MX és csomagkezelő, csomagtelepítő, rákattintunk, megadjuk a titkos jelszavunkat, ahogy a kattogtatásból lehetett hallani, nem három darab A betű, el is indult az első oldallal, én igazából nem szívesen foglalkoznék, az előző részben már volt szó, a stabil repo, rákattintunk, és szépen be is olvassa, mindig beolvassa, tehát hogyha lehet, ne el-vissza kattogtassunk a füleknél, mert előfordul többször beolvassa a csomagállományokat, ami egy picit idő, pár másodperc, egy másodperc, de az is idő, gyakorlatilag a telepíthető csomagokat látjuk, ezek a stabil repóból, a stabil ágból való telepíthető csomagjaink, szét tudjuk őket szortírozni úgy, hogy mindegyiket szeretnéd látni, az installált, a frissíthetőt, illetve a nem installáltakat szeretnéd látni, illetve azokban keresni. Azaz, ha tudod a csomag nevét, villámgyorsan meg tudod keresni, és fel tudod telepíteni. Igazából még véletlenül se szeretném elmondani, hogy a telepítés annyi, hogy rákattintasz a kis négyzetre, és bepipálódik ennyi. Gyakorlatilag semmi egyéb teendőre nincs. Mindent ellát a rendszered. Azaz kiválasztod és install. Az eltávolítás természetesen úgy történik, hogy az eltávolítandó csomag előtti négyzetet bepipálod, és akkor uninstall. Logikus. Erre igazából fölösleges is szót vesztegetni, mindenhol így történik. Ha véletlenül úgy gondolod, hogy előfordul, hogy menet közben frissíteni kellene a listát, rákattintasz, gyakorlatilag villámgyorsan megtörténik a frissítés, megint ugyanazt a metódust végigcsinálja, gyakorlatilag időnként lefrissítjük a listánkat, és utána már megint a friss listából válogathatunk. Nem fog itt naponta változni, 5-10 percenként változni a listánk. Miért? Egyszerűen csak azért, mert ez a stabilág, a frissítések, az új verziók nem másodpercenként pörögnek. Ami nagyon fontos nekünk, 60 ezer csomag közül választhatunk, ez iszonyatosan megtéveszthető. Ezért írtam valamikor azt, hogy nem avval kell törődni, hogy hány darab csomag van telepítve a te rendszeredbe, és minél kevesebb, annál nagyobb Linuxos vagy, hiszen eltérhet az árcs csomag elnevezés,
és eltérhet a Debian csomag elnevezés és szétosztás. Előfordulhat egy olyan csomag, ami mondjuk egyik rendszeren egy darab, amiben minden bele van csomagolva, kalap, kabát, benne van. Ez egy darabként fog megjelenni. A Debiannál az a szokás, hogy minden picike kis libeket külön csomagolnak, hogy mindenki hozzáférjen, így viszonylag sok csomag kerül telepítése, úgy tűnik, mintha rengeteg csomag települne, pedig gyakorlatilag ugyanazt a program kínálatot, ugyanazt a program készletet telepíti föl általában az ember plusz-minusz egy kicsi. Igaz? De eltérő csomagszám lesz, amit ő ki fog mutatni. Ez lényegtelen. Itt van egy nagyon érdekes dolog, ami azt mondja, hogy valami árva csomagok vannak. Az árva csomag az, akire, amire, így pontosabb, amire semmi nem hivatkozik. Azaz feltettél egy programot, hozta a saját csomag készletét, a függőségeit, leszetted a csomagot. Lehet, hogy fönt maradt 1, 2, 5, 10, akármennyi, olyan függőség, ami éppen, hát éppen fönt maradt, kész. Ez egy érdekes dolog, és mindenkinek önmagának kell eldönteni, hogy ezzel foglalkozik, vagy nem. Az árva csomagok gondot jó eséllyel nem fognak a rendszeredben okozni. Miért? Mert senki nem hivatkozik rá. Maximum a helyet foglalják. Maximum akkor lehet majd velük gond, amikor valamikor olyan csomagot telepítesz, ami arra a könyvtárra libre hivatkozik, és eltér a verziószám, de általában ezen az apt-get, a telepítő program át fog ugorni, kezelni tudja a frissebbet, felteszi aztán kalap-kabát, ennyi, tehát ez működni fog, nem lesz ezzel jó eséllyel gond. Rákattintás után kérje, hogy ez bizony veszélyes operáció, persze veszélyesen szeretünk élni, elvégzi a dolgát, lekeresi azokat a csomagokat, amire semmi nem hivatkozik, az az árva. Gyakorlatilag mit lehet csinálni? Megnézed a részleteket, és eldöntöd, hogy ezeket szeretnéd letöröltetni, vagy nem. A mégse a nem válasz, mégse szeretném ezt csinálni, részletek elrejtése egyértelmű, és hogyha leokézod, el fogja tüntetni. Most nézzük meg, gyakorlatilag egy jó hete használt rendszerbe ennyi feleslegesnek ítélt, elvileg feleslegesnek ítélt csomagocskán van, ami kőkeményen 33,8 mega, ezért nem biztos, hogy én az okéra fogok bökni, mert igazából nem biztos, hogy mindegyik árva csomag olyan, amit mindenképp el kellene távolítani. Oké, mindenki el tudja ezek után dönteni. Rejts el azokat a könyvtárakat és fejlesztői csomagokat, amire igazából, hát hogy is mondjam, egy átlagos embernek nincs szüksége, hogy lássa. Itt van, és a függőségként keres a feltelepítendő programot, csomagod arra, és hivatkozik, hogy na hát ez még hozzám kell, akkor természetesen az, hogy itt el van rejtve vagy nem, kutyát nem érdekli, ő föl fogja telepíteni, lényeg kevesebb sorod lesz. Ahogy látni, leírás verziószám itt van, igazából én azt mondom, ha idegen csomagot, persze nem úgy szoktunk telepíteni, hogy 2, tó, 3, az biztos érdekes csomag, és föltesszük, de hogyha véletlenül valamit megtetszik itt név szerint, utána érdemes olvasni, 2-3 soros leírás nem biztos, hogy annyira informatív, mint amennyire hát nekünk szükségünk van. A következő gondolat az, hogy van egy darab upgrade-elhető csomagom, hogyha szeretném az összes csomagot, amit telepítettem, és van frissebb verzió, rányomok, és akkor az upgrade, a csomag frissítés megtörténik, leokézom, és villámgyorsan le is fut a frissítés, egy darab csomag, amihez azért tartozott jó néhány egyéb csomagocska is, egyéb fájlocska is, azt szépen fölhúzta. A másik gondolat, amit megint ugye el kell dönteni, és mindenki magának kell eldönteni, hogy az ajánlott csomagokat, azokat automatikusan fölpakolja, vagy ne. Ha kezdő vagy, ez az első feltétel, és van megfelelő mennyiségű rendszerlemezed, tehát tárhelyed, és nem kell kicentizni a méreteket, akkor ezt igenis érdemes bepipálni, mert automatikusan föl fogja neked rakosgatni azokat a dolgokat, ami számodra még kellemes az adott programhoz,
kiegészítő plusz funkciót tesz hozzá. Mondok egy példát, de lehet, hogy pont nem így működik, tehát pont nem ő hozza föl. Például, ha felteszed a Ranger-t, akkor lehet, hogy fölrakosgatja az összes általa elvárt tömörítő programokat is, hogy nagyobb legyen a kínálat, nagyobb legyen a lehetőség, amivel te dolgozol. Tehát egy fájkezelő felhozhat olyan nézegető, olyan szerkesztő kisebb programokat, olyan kibetömörítő programokat és egyebeket, amire neki szüksége lehet. És az alapprogramban nincs bent, de ez meghívja, és avval tud dolgozni, és akkor ezeket felrakosgatja. Nagyon-nagyon pofás megoldás. Azt hiszem, ennél többet igazából nem tudok róla mondani. Ennél egyszerűbb nincs. Azaz, ez a megszokott, stabilágú tárolónak a helye. Ha ebből rakosgatsz fel, és csak ebből, és semmi mást, akkor egy régebbi készletet kapsz, ami agyon van tesztelve. Itt nem fognak jönni percenként a frissítések, gyakorlatilag napi 1-2 frissítés az már egy olyan helyzet, amikor sok hibát találnak a rendszerbe, és azokat megcsinálják. Ez valóban így működik, jellemzően ilyenkor a biztonsági frissítések érkeznek meg, amit azért meg kell tenni természetesen, időnként hetente, két hetente, ahogy neked tetszik. A következő az MX Test Repo. Ez egy kicsit frissebb eszközöket tartalmaz, és ez a test repója az MX Linuxnak. Ezt érdemes megnézegetni, mert előfordulhat, hogy az előző pakban egy régebbi verzió van, de a test repóba már egy frissebb verziója van annak a programnak, és esetlegesen azt is tudod használni. Ez egy jó ötlet, mert ezek nagy részt, 99%-ig biztosan jól fognak működni, nem fognak hozzányúlni olyan rendszerekhez, olyan alapvető dolgokhoz, ami a stabilágú MX-et, illetve a stabil Debiant fölburítaná. Itt jellemzően inkább olyanok vannak, amik felhasználói programok, egy picit frissebbek, mint a stabilágú dolgokban. Ezeket jó szívvel ajánlhatja az ember. Na, figyeljünk rá arra, hogy itt bizony azt mondja, hogy van 557 darab programocska, ami nagyon izgalmas, nagyon örülünk neki, és 67 upgrade-elhető. Itt az upgrade-elhető nem azt jeleneti, mint az előzőnél, hogy ész nélkül nyugodtan rányomhatsz, hogy upgrade-elt, mert a stabilágú dolgokat upgrade-elhetjük, hiszen ez a rendszerhez tartozik, atombiztosan kipróbálták, jó eséllyel nem lesz belőle gond. Itt az upgrade-elhetőség azt jelenti, hogy az előző, tehát a stabilágból telepített, mondjuk itt van a blenderem, a blender az bizony régebbi, mint ami az MX test repo-ba van, tehát régebbi. Itt lehet látni, az előzővel ellentétben nincs egy gomb, hogy az egészet fel-upgrade-elhess, hanem neked kell megmondani, hogy bizony az ikon téma upgrade-elése, hát úgy igazából nem szokott nagy balhét csinálni, ha csúnya az ikon leszedem. Hát nyilvánvalóan valamit változtattak rajta, 3 darab ikont beletettek, frissebb verzió van, mint ami nálam van. Bepipálom, és akkor bizony upgrade-elhetem ezt a dolgokat, ha szeretném, vagy uninstallálhatom, hogyha szeretném, illetve válogathatok ezek közül. Azaz ugyanúgy működik, mint az előző, csak arra figyelünk, hogy az már, hogy az az eredeti stabil repóba tartozik, ez meg egy tesztebb ág, de biztonságosnak gondolható. Itt a telepítés ugyanúgy működik, megkeresed, kiválasztod, bepipálod, és azt mondod, hogy hát, hogyha a kalibrét szeretném feltenni, akkor bizony installálni is tudom, hogyha például olyat pipálok be, ami installálva van, akkor uninstallálni tudom, ha pedig ami mellett itt van ez a kis jelecske, azt szeretném egy frissebb verzióra fel-upgrade-elni, ami nem az eredeti stabil ágban van, akkor azt meg tudom csinálni. Arra nagyon figyeljetek, hogyha fel-upgrade-eltek, mondjuk itt van az ikon készletem, és fel szeretném upgrade-elni,
akkor nem olyan könnyű visszatérni az eredetire. Nem olyan könnyű visszatérni az eredetire. Mondjuk egy ikonkészlet egy felhasználói programnál igen, de rendszer szintű cuccoknál nem, hiszen előfordulhat, hogy például egy rendszer szintű akármi rendszerprogramot fel-upgrade-elek, tehát magasabb verziószámra fölfejlesztek, akkor ő szépen hozza az egész családját is, azaz a függőségeit is, akkor mi van? Előfordulhat az, hogy le akarom szedni. Jó, idejövök, bepipálok, megnyomom az uninstalt, és leszedi. Leszedi, de esetleg, hogyha olyat szedek le, ami a rendszerhez kell, akkor már a következőt, az előzőt, a régebbit, a stabilágút, tehát egy downgrade gondolat, egy visszaléptetési gondolatnál nem biztos, hogy könnyen föl fogom tudni piszkálni, már lehet, hogy magától a rendszer bizony itt-ott olyan zökkenőket csinál, és nem meg gördülékenyen, mint ahogy megszoktuk. Oké, nézzük is meg, a Breeze ikont föl fogom most upgrade-elni, bátor ember vagyok, egy verzióval feljebb nyomom, biztos valami érdekesebb dolgok fognak lejönni, magyar tükör van beállítva, nem túl gyors, és leokézzuk, már megtörténhet a dolog, lehet látni, hogy egyéb dolgokat is, tehát a hozzátartozó akármiket is szépen rakosgatja, ez az ő dolga. Lehet látni, lefutott, leokézzuk, aztán kalapkabát, ugyanez. Ugyanezt el fogom mondani a Backport Repo-nál is, itt azért egy kicsit jobban át kell gondolni a dolgokat, ez gyakorlatilag nagyon durva közelítéssel azt jelenti, hogy bizony van a stabilág. Oké, van a stabilág, tavaly jelent meg, így igazából a stabilág nagyon friss. De amikor már 3 éves, 4 éves, akkor van egy régi verziójú, de nagyon régi verziójú dolog, amit stabilágnak hívnak, meg van a tesztingág, a tesztelős ág, amit tesztelésre van kiadva, az egy kicsit bizonytalanabb minőségű, egyébként avval se szokott gond lenni, de nyilvánvalóan előfordulhat, akkor a kettő nagyon eltávolodik egymástól. Nyilván ők is rájöttek arra, hogy ez így nem jó. És akkor vannak olyan programok, főbb programok, sokat használt programok, aminek a verzióját, a friss verzióját átalakítják, úgy készítik el, hogy a stabilághoz is jó legyen, tehát visszaportolják, visszarakosgatják ebbe a rendszerbe, ezt használhatod, ha szeretnéd. Ebbe sok olyasmi belekerült, ami érdekes lehet, főleg akkor érdekes, amikor nagyon eltávolodunk a stabilág kiadásától, és akkor már nagyon szétválik a stabilág verziója, meg a, hát a mai modern verzió. Itt szépen meg is oldogatják a dolgokat. Itt is nyugodt lelkiismerettel azt mondom, hogy 99%-ba biztos lehet az ember, hogy itt nem lesz nagyobb balhé, itt nem lesznek nagyon nagy gondok, hiszen ez letesztelt. Tehát nem arról beszélünk most, hogy te odamész, és a tesztágú repóból letöltesz valamit, és kézzel belegyömözkölöd a rendszeredbe, hanem hivatalos szakemberek által előállított, visszakészített, visszabackportolt csomagokat föltelepíthetsz, aminek a függőségi fája, aminek az egész környezete beleilleszkedik a stabil ágba. Ez egy nagyon jó, nagyon kényelmes dolog. Ezt érdemes megnézegetni, itt is ugyanazokat látod, 1567 darab van, a installált, ami nekem installált program, az éppen 80 darab, és ezek közül 58 upgrade-elhető erre az ágra, erre az értékre, erre a verzióra. Ha szeretném, akkor végig kell nézni azokat, amik ott vannak a kis pötty, és akkor be kell pipálnom. Nagyon trükkös dolog, a upgrade-elhetőt le tudod kerestedni, és akkor már gyorsabban tudod nézegetni, hogy melyiket szeretnéd, és melyiket nem. Ezek atombiztosan hozzárakott dolgok, és kényelmesen használhatóak. Ugrunk egy nagyot, Flatpax. Azt hiszem, ezt mindenki ismeri, lehívjuk. Lehívja a rendszer a csomaglistát, és Flatpacket felrakunk. Gyakorlatilag nem szeretnék erre semmi szót vesztegetni, gyakorlatilag ami tetszik, bepipálod, verziószámot megnézed, elfoglalt helyet
Azért arra figyelj, hogy ez egy elvi elfoglalt hely, mert itt is hozza a családját, tehát a függőségeit. Jártam úgy, hogy egy nagyon picike kis programhoz felhozta a GNOME rendszernek egy részét is, és akkor lestem, hogy pár megányi programhoz miért jött le több száz megányi anyag. Hát természetesen hozza a függőségeit, futtatási környezetet, egyebet. Hát ez bent van a Flatpakbe, de az az előnye, hogy ez a rendszertől jó részt elszeparált programcsomag, azaz nagyon jó arra, hogyha mindenképp egy magasabb verziót szeretnél, és az úgy kerüljön föl a gépedre, hogy a többi, régebbi csomagokhoz hozzá ne nyúljon, ne hozza magával a függőségeit, úgy, hogy a rendszer dolgaihoz hozzáér, akkor természetesen a Flatpak a te választásod. Nagyon kényelmes, én azt hiszem, itt igazából nem kell semmit elmondanom, pár kényelmi dolgot szeretnék bemutatni Upgrade-el. Ez egy nagyon jó dolog, mert hát bizony általában úgy szokott működni a Flatpak, meg az AppImage, hogy nagy lelkesedéssel fölgyömöszöli az ember, és örül, hogy működik. Örül, hogy működik, nem nyúl a rendszerhez, frissebbet kap, és 101% hogy az ott jó, aztán kész. Amíg működik, hozzá nem nyúl. Pedig ezekhez is, és sokszor mind az alap Debian rendszerhez frissebben, gyorsabban, pattogosabban érkeznek meg a frissítések, és általában, ha nem használunk grafikus felületet, jól el szokott maradni ezeknek a frissítése. És azért hát valljuk be, a frissítés az egy fontos dolog. Itt van egy upgrade algomb, amivel fel tudod upgrade-elni az összes olyan csomagot, ami fent van a gépeden, és meg fogja neked tenni. Nekem fent van pár darab csomagom, ugye nagyon meglepi, a KDN Live-ot raktam fel, már háromfajta KDN Live-om is van, tehát itt biztos, hogy nem lesz a KDN Live-val gond, és megkérdezi, hogy yes, hát természetesen itt a nagy Y az aktív, tehát a nagy Y jelzi azt, hogy Enterre azt csinálja, a kis N betű az, hogy az N-t be kell nyomni, azaz Enter, és akkor ő elvégzi a dolgait. A Flatpak-eknél eléggé lassacskán szokott lejönni időnként a dolog, sokan ezt kifogásolják, és általában ez bent van, hogyha sokan töltögetnek, ez azért a Flatpak-ek nem annyira decentralizálva vannak, tároló ügyileg, mint mondjuk a Debian vagy az Arch tároló, hogy a világon mindenhol, a legtöbb egyetemen vannak tárolók is, ahol számítástechnikát tanítanak, ott vannak tárolók, aztán mindenki villámgyorsan tud tölteni, de hát elég gyorsan lejött, és ennyi. A haladó, mi a haladó? Na hát a haladóhoz nem kéne hozzányúlni, hozzá tudsz adni különböző tárolókat, illetve meg tudod mondani azt, hogy a telepítés az összes usernek menjen, csak neked menjen, illetve hát pontosabb úgy, hogy a jelenlegi usernek, eldöntheted, én az alra állítottam, az alra állítottam, mert akkor, hogyha létrehozok egy biztonsági javasolt, biztonsági felhasználót, akinek egyébként csak annyi a szerepe, hogyha a saját loginom, hát valami miatt tönkre megy, elbaltázok valamit, akkor legyen egy tartalék loginom, ennyi. A többi igazából hozzáadhatsz, illetve eltávolíthatsz tárolókat, az Flathubot érdemes használni. Ez a leggyorsabb, ez a legnagyobb. Igazából jelenleg nem is nagyon tudok olyat, amit érdemes lenne hozzáadni, és egy bezárral be tudjuk tenni a kaput. Upgrade-elni tudunk, egy haladó dolgot meg tudunk tenni, igazából, hogy csak nekem, vagy mindenkinek felkiáltású dolog legyen, ez a lényeg, és itt is a szokásos módon le tudod hívni az adott csomag fajtára azokat a kritériumokat, amik érdekesek, és azt szerint leszortírozza neked. Az utolsó természetesen a megszokott dolog, a konzol output, arra azért figyelj, hogy az utolsó kimenetet tudod megnézni, ha véletlenül menet közben nem jelenik meg, és erre figyelj, hogy mindig jelenjen meg a kiírás, tehát hogy mit csinál. Ha nem jelenik meg, akkor a konzol outputra kattintva az egész képernyőt ilyen szépen látod, azaz egy kis nézegető, de fontos, mert kérdezhet a rendszer, válaszolnod kell, a yes, 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 yes nyomogatása nem igazából a legjobb dolog, hiszen el kell olvasni, hogy mit ír ki,
mert hogyha nem olvasod el és nyomod az Entert, akkor utána nem fogod tudni, hogy hol lehetett a probléma. Kérdezett, válaszoltál, emlékszel rá, de hogyha ezt a ciklus nem teszed meg, hanem csak nyomogatod az Entert vagy a Yes, akkor bizony nem fogsz emlékezni, hogy hol lehet a hiba. Nem szokott hiba lenni, de azért előfordul. Összefoglalva, ezzel a telepítési rendszerrel fel tudunk rakni a múltkor bemutatott elterjedtebb dolgokat. Most bemutattam gyorsan a stabil repót, ez a hivatalos tároló. Ha ebből rakosgatod fel a dolgokat, régebbi, kicsit régebbi, nagyon régebbi, attól függ, hogy mikor, hol kezdve van a Debian stabilágnak a váltása, olyan programokat kapsz. De ezek agyon vannak tesztelve, nagy hiba itt nem lehet. Oké, okay, mi azért szeretjük a frissebb dolgokat, kétfajta lehetőségünk van, vagy a Debianhoz fordulunk, ami pedig a negyedik fül, vagy a MX Test Repo-hoz fordulunk, ami a harmadik fül. Ezek is jó eséllyel stabilan fognak működni, problémák nem fognak okozni. Arra azért figyeljél, hogy gondold át, hogy mit fejlesztesz fel a test repóra, vagy a backports repóra. Visszaléptetni lehet, általában az esetek nagy részében nem okoz gondot, de egy komolyabb rendszer műtétet, ha elvégzel, és belenyúlkálsz mindenbe, akkor azért előfordulhat, hogy probléma lesz, amikor vissza akarod minősíteni a dolgokat. Azaz, átgondolod, igen, ez mehet, persze mehet, és akkor bepipálod és upgrade-eled. A Flatpaks-et mindenki ismeri, kényelmes grafikus felületen tudod telepítgetni, hozzáteszem, terminálból se egy nagy agysebészet, a Flathubon ott van a telepítő meg az indító parancsor, azaz kimásolod a telepítést, enter, 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 tapsolsz, és akkor már vége is van, és utána elindítod. De hát nyilvánvalóan itt kényelmesebben meg tudod tenni, főleg egy nagyobb telepítésnél, amikor 8-10-20 Flatpak csomagot felraksz, akkor azért érdemes elgondolkodni, hogy a grafikus felület fele fordulsz, mert utána elmész kávézni, amíg felrakja, aztán kész lesz, nem kell egyesével a parancsort beirogatni. Hát köszi szépen, és mindenkinek azt tanácsolom, hogy az elején, az a 10 perces dumára nagyon gondoljatok, nem kell összetaknyulni a rendszert, erre figyelj, azért stabil ágú Debianra épült az MX Linux, mert ők felismerték azt, hogy az emberek nagy részének nincs szüksége arra, hogy a legfrissebb programokat feltéve ők legyenek a tesztelők. Itt nem tesztelsz semmit, itt nem a legfrissebbet kapod, hanem a legkiforrottabbat. Az, hogy vannak ilyen kerülő utak, tesztrepo az MX-nek, vagy a Debian backports, vagy majd későbbiekben be fogok mutatni, ha el nem felejtem, egy-egy kézi telepítésű dolgot, aminél megmutatom, hogy hogyan kell kiválasztani a esetleges honlapon az, hogy mi jó nekem az én rendszeremhez, az egy dolog. Az egy dolog, az már a saját felelősségünk. Nem szokott gond lenni, ha megmaradunk abba a körbe, hogy stabil ághoz, a stabil ágú dolgokat, jelen pillanatban a Debian 11-hez tartozó dolgokat töltjük le, és nem össze-vissza. Nem össze-vissza. Azt is hozzá kell emelni természetesen, aki már régebb óta, mondjuk egy hete debianozik, az tudja, hogy vannak verziófüggetlen, így mondom, irányvonal, tehát tesztág, vagy stabilág, vagy egyéb irányvonal mentes, független csomagok is, ami mindenhez jó. Ők hozzák a saját kis cumójukat, vagy esetleg egy vagy két futtathat állományból álltak, nem ezekről beszéltem, azokról beszélek, amikor problémássá teszi az ember a saját rendszerét azáltal, hogy felteszi a stabilt, és utána innél donna, hogy mindenfajta egyéb tárolókból, PPA-kból, Debian, mint egyebektől összeszedegetni próbálja azokat. Ők nagyon jó rendszerek, nem az ő programjuk rontja el a te rendszeredet, mert az ő programjuk az Ubuntu-é, a Mint-é, egyéb ilyen Debian alapú cuccok, amik nem általánosak, azok nagyon jól működnek az ő környezetükben.
De nem, a stabilágban, nem biztos, hogy a stabilágban jól fognak működni. Erre figyeljetek, nem őket szidom, vagy szólom le, hogy ők bizony rosszat csinálnak, nem. Csak más környezethez készítik el a függőséget, a függőségi dolgaikat, hogy mit, hogyan húzzon fel magával, telepítsen fel magával, és ott működnek, itt nem biztos. Köszi szépen, sziasztok, sziasztok, és figyeljetek erre, amit elmondtam. Köszi szépen!